Helyen vagyunk. Nekem minden olyan épület, ahol emberek összejöttek, az egy szentély. Maga önmagában a szó, hogy szentély terül valamit, az a legbelső gondolatunk, tulajdonképpen az az akarat, hogy jobb akarunk lenni, mint eszmérésünk előtt. A lányomtól megkérdeztem, hogy lányom, mit mondja, már hogy itt? Azt a papa mondja nekem valamit. Mégis, mivel itt állok önökkel, illetve itt vagyunk, elkezdtem gondolkodni azon, hogy sok stációjára hoztam a lányomat természetesen, pontosan tudom, mikor született, mikor fogant, stb. Mikor kutyult el, kutyálkodott el. Pontosan tudom, hogy mikor kezdett olyan stációkat bejárni, mint hogy sokan is mindnyájunk bejártunk. Emlékszem arra, amikor 3 éves volt, kimentünk a tengerre, anya kijutott a tengerre, átnézte a tenger életére először, toporult, és azt mondta, hogy jó, de hol a csap? Aztán jövünk haza, akkor még fizike volt, és hát az akkori valamilyen gyikoriba mentünk, jó meleg volt benne, és ahol törtünk az alpok lábánál, és ott kaparászott, mint állott hátul, és kaparászta az ablakot, és nézte a tájat, hogy ment le a nap, hogy szól-e, mert egyelőbb a zokogot, mikor látta, hogy megy a nap a hegyekön, hogy elmegy a nap. Aztán megyünk Budapesten, Óbudán, mondja neki az anyja, hogy napjam, azt mondja, hogy itt látott Akvinkumnál, de itt voltak a rómaiak, lányom. De mama, az összes. Aztán emlékszem rá, hogy ifjú koromban, minden tegnap volt az ifjú Európa. Itt vagyunk, itt és most. El is van és lesz. És akkor nagy társaság mindig összejött nálunk, be voltak tanárok, zenészek, énekesek, csepőrágók, irkászok, hirkászok, fantasztikus emberek, aztán vigécek, aztán nem tudom én, sztároskák, meg különös emberek, meg valami fantasztikus emberek. Ő pici volt, lehetett olyan három körül, és mindig fölöltöztetünk, mert nem mindig kitaláltam a bőrületet, hogy most mindenki így öltözik, most akkor itt leszünk, most nem tudom, mit leszünk, most Dél-Afrika, Amerika leszünk most, nem tudom, és férfi láb szépség verseny lesz, és a nők ott gyűriznek, mint bedobjuk a lábunkat, férfiak, onnan törös lábunkat, meg kell mondani, hogy ki kicsoda, meg stb. De jókat nevettünk, mulattunk, de a lényeg az volt még, hogy együtt vagyunk. És a lány, amikor később ezeket valaki fölvette videóra, Jézus, ami nőnek is beöltöztenek, és a lányom azt mondja, hogy már nagyobb vagy, jó nagy volt már akkor, jó nagy, hát meg lett. A hölgy azt mondja nekem, de papa, azért úgy haragudtam rátok, amikor ott voltam 3 éves, amikor ott táncoltatok meg, jött, hogy gyere, mondtam neki, hogy gyere, tanítalak táncolni, azt mondja, egyébként tudtam táncolni, hogyha haragudtam rátok, mert azt hittétek, hogy én kicsi vagyok, meg én többet tudtam rólatok, mint te gondolnád, és ez azóta is ezen, nem, most már unokám van, hogy mindig úgy figyelem, hogy tulajdonképpen többet gondol, mint én gondolnám. Mert ez így igaz. Csak hát az emberek erre meg kell érni. Tehát a lányomról van szó, igen, nagyon sokszor igyekeztem kísérni, hát voltam rossz apa is, meg jó apa is, meg mit voltam, meg talán mentem a saját utamon, de azért, hogy mondjam, igen, kimondom, nagyon büszke vagyok rá ma már. Mindig
sokszor nem értünk egyet, tehát vitatkozom vele. Vitatkozom a képzőművészetről is, hogy te mondom, gyönyörű, mondom, hát fantasztikus, hogy ugye te elképzeld, hogy a világ szimmetriáli. Azt mondja, a kapa a szép, mert a szép egyre kevesebb ma a világunkban, mert minden onnan nem tudom, mi folyik, szóval valami egyvelet. És ez nem igazán szerencsés. Nem akarok biblikus lenni, de elég furcsa kort élünk. És ezért úgy gondolom, hogy minden embernek, aki kifejezi magát, az azt jelenti, hogy arról az időről, vagy arról a pillanatról, vagy arról az együttlétről kell beszélni, ami történik körülöttük, vagy az ellen kell beszélnünk. Ez így most adjuk a testálló, nem tudom, ellen. Tehát mindig azt kell mondanunk, amit úgy érezzük, hogy azt valahogy kevesebben mondják, vagy a világról beszélek, nem Magyarországon. A világról. És akkor én elgondolkodok azon, hogy ha valaki fest, hát akkor valamit kifejez. Ha valaki valamit mond, akkor kifejez. De hát akkor fejezi ki, és az lehet, hogy majd, nem tudom én, 50 év múlva, lehet, hogy csak pár év múlva, már nem úgy igaz, és lehet, hogy a másik embernek igenis joga van, esetleg, nem, sőt, biztos vagy benne, másként gondolkodni, másként, hogy hívják volna én, mondani, mert az idő és a nagy háború az agyunkban, és az idő és tér, most hol vagyunk, a mi, szerintem minél többet gondolkodunk ezzel, onnan inkább mindig vagyunk. Nem tudjuk, hogy úgy vagyunk, de nem megyünk bele, hiszen egy vernisszázs van, egy kiállítás, és hát gondoltam, hogy ugye jövök Esztergomba, hát akkor elmondom mondjuk a Dunánál, József Attila Fantai versét, talán az utolsó sorát mondanám el, utolsó strófáját, hogy a Dunának, mely múlt, jelen és jövendő egymást öledik lágy hullámai, a harcot, melyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés, és rendezni végre közös dolgainkat,